Alig több mint 20 000 lakást adtak el és vettek tavaly Budapesten. Egy átlagos fővárosi lakás ára pedig 13,2 millió forint volt. Ez derül ki az Otthontérkép legfrissebb lakáspiaci elemzéséből. Ez szerint bár a lakáspiaci tranzakciók száma valóban drasztikusan visszaesett, évente csaknem 80–90 ezer lakás biztosan gazdát cserél Magyarországon. Budapesten továbbra is a második kerület számít a legdrágábbnak, utána jön sorban az 5. és a 12. kerület. Új építésű lakások Zuglóban, Angyalföld, Óbuda és Újbuda mellett ez az egyik legnépszerűbb kerület Budapesten, és egyúttal az egyik legnépesebb is. A helyiek szeretnek itt lakni. Irénke a patakparton túl lakik, azt mondja, meg van elégedve a kerülettel, jó a közlekedés is. Én szerintem, hogyha van megfelelő infrastruktúra, óvoda, bölcsőde, iskola a gyerekeknek, akkor szerintem jöjjenek, mert nagyon szép a környék, fás, árnyas, ligetes a rész. Az Otthontérkép elemzése a tavalyi évet vizsgálta. Ez szerint 2012-ben ebben a 4 kerületben regisztrálták a legtöbb adásvételt, vagyis a teljes piac csaknem 43%-át. Ezekben az átlagos lakásméret 52 négyzetméter körül van. Az adatok szerint viszont a külső kerületeket nem nagyon keresik. A legdrágább kerület négyzetméter árra az a 2. kerület, itt ugye a 12., az 1. és az 5. követi, és ahogy egyre kijebb jövünk a város belsejétől, a négyzetméter árak egyre alacsonyabbá válnak. A listát a 2. kerület vezeti 350 000 forint per négyzetméter ár körüli értékkel, vagyis 20 millió forint fölötti átlagos lakásértékkel. A sor végét most is Csepel zárja, itt és a külső részeken átlagosan 10 millió egy lakás. Egy átlagos budapesti lakást tavaly 13 és 14 millió forint között értékesítettek. Külön vizsgálták a város részeket is. A 13. kerületi Marina Part például keresett, de nagyon drága. Évente pedig 20–25 ezer tranzakció történik a fővárosban. Az árak azok folyamatosan még mindig csökkennek, tehát hogyha csak nagy átlagot veszünk alapul, akkor még mindig érezhető némi visszaesés. Sokan számítanak rá, hogy esetleg a kormány további ösztönző intézkedéseivel, például a félszocpol bevezetésével, amit már nagyon sokan várnak a piacon, némi fellendülés árak és tranzakciószám tekintetében bekövetkezhet. Az általános trendek azonban, mint mondta, most inkább csak a stagnálást mutatják. Az elemzés szerint egyébként a lakások reálértéke országos szinten mára az 1999-es év végi szintre zuhant vissza. Nominálisan pedig a 2003-as értéket súroljuk. Vagyis, aki 2000 után vásárolt lakást Magyarországon, az nem csak, hogy nem tudja értéknövelten eladni az ingatlanát, de valószínűleg veszített is a befektetésén.